Akkor essünk neki a feladatnak. Jelölje ki a női arcot tartalmazó képen a hölgy profiljának megfelelő részét. Itt van. Tehát fogunk egy hölgyet, fogjuk a ellipszis kijelölőt, és úgy nagyjából, hogy a szeme benne legyen, hiszen erre van szükségünk, ezt kijelöljük. Ezt fogjuk átmásolni, tehát nyomunk egy Ctrl-C-t a valamelyik állarcra, például erre. Ctrl-V. Odafigyelünk arra, hogy ezből lebegő kijelölés lesz azonnal, tehát ahhoz, hogy ez réteg legyen, a Ctrl-C, Ctrl-V után rögtön rá kell kattintani az új réteg menüpontra mindig. Na, áthoztuk. Önálló rétegen. Ismételje meg a leírt műveletet a másik két hölgy esetében is. Jó, hát azt mondja, hogy csináljuk meg még ezeket is. Tehát akkor fogom ezt a hölgyet, fogok egy ellipszis kijelölőt, Ctrl-C, megyek a második állarcra, Ctrl-V, lebegő kijelölésből réteget csinálok, harmadik hölgy, itt a szeme, Ctrl-C, harmadik maszk, Ctrl-V, lebegő kijelölésből új réteg. Ez a feladat is megvan. Ennyi elég lesz most a videóra.